éreztem, hogy azt mondom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, volt is lehetőségünk a gólt szerzésre, aztán érthetetlen módon nem játszunk tovább azt a játékot, amit az eddigi mérkőzéseinken, illetve amit megbeszéltünk, elvesztettük sajnos a párharcokat, így fölénk kerekedett az ellenfél, és voltak nekik is lehetőségeik, sajnos az utolsó 46. percben kaptunk egy gólt, ami elkerülhető volt, a félpályán a taktikai parton meg kellett volna állítani az ellenfelet, illetve a múlti játékossal nem mentünk el az induló játékossal, tehát sajnos hátrányba kerültünk, és azt mondom, hogy a második fél időben jött ki az Eto'o a pályára, aki ami elvárható lett volna az első fél időben is. Itt mindent megtettünk azért, hogy kiegyenlítsük az előményt, legalább X-re hozzuk, vagy akár meg is nyerjük, de nem sikerült. Úgy érzem, hogy azért a döntetlent ezt megérdemeltük volna a második fél idő alapján. Nagyon szépen köszönöm a motivációt. Úgy érzem, hogy egy nagyon taktikus és fegyelmezett játékot produkáltunk ma, és megérdemelten nyertünk. Azért mondhatni, hogy a második gól után is nekünk volt olyan lehetőségünk, amivel még tovább növelhettük volna az előnyünket. Az első fél időben is kihagytunk két nagy lehetőséget még a gólon kívül, és mindenképpen fontos volt az, hogy a Győrt a távol tartsuk a kapunktól. Ugye nagyon veszélyes támadóik vannak, ezt megtettük, és azért mondhatom, hogy tényleg az egész mérkőzés alatt tudtuk kontrollálni az ellenfél játékát, és az én nézésem az, hogy mi nem eltöltöttünk.